Köszöntöm Önöket, és boldog új évet kívánok, ez itt a Mérlegen. Az idei első adásban egy kicsit még visszatekintünk a tavalyi évre. Megnézzük, hogy milyen volt 2017 a világpolitikában és itthon. Ez a mérlegelés persze nem öncélú, választathat arra is, hogy mire számíthatunk 2018-ban. A stúdióban I.S. Gergely politológus, köszöntöm. Jó estét kívánok! Nézzük meg először, én arra lennék kíváncsi, hogy ha egy szóba vagy egy történésbe kellene meghatározni a 2017-et a világpolitikában, mi jut eszébe először? Hát ez így egy szóban nagyon nehéz lesz. Általában, hogyha világpolitikáról beszélünk, akkor azért az Egyesült Államok az benne szokott lenni ebbe az egy mondatba, hogy maradjunk egy mondatnál. Ugye még a 16-os évnek volt a szenzációja az amerikai elnökválasztás, és azóta 2017-es évben mindenki arra volt kíváncsi, hogy Trump hogyan fog fellépni a nemzetközi porondon, és így a tavalyi év után azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államok, a trumpi politika az összefoglalható az ő kampány mondatában is, America first, azaz Amerika az első. Látszik az, hogy az Egyesült Államok próbál szakítani azzal a mechanizmussal vagy eljárásjoggal, hogy mindig nemzetközi szervezetekkel közösen, illetve más nagyhatalmakkal vagy más államokkal közösen próbálja alakítani a világpolitikát. A trumpi amerikai külpolitika az egyedül is dönt nagyon fontos kérdésekben. Az egyik példát, amit láttunk erre a tavaly, az a klímaegyezményből való kilépés volt. A másik pedig az ugye Izraellel függ össze, és az izraeli-palesztin konfliktussal, amikor ugye azt mondta Donald Trump, hogy elismerik Jeruzsálemet Izrael fővárosaként. Ez aztán tovagyűrűző hatásokat keltett nem csak a Közel-Keleten, hanem az egész világon. Tehát összefoglalva... Hát ez nem olyan vég volt ez az izraeli-palesztin konfliktusnak mondjuk a kiélesedése miatt. Mire számíthatunk, milyen hatásokra számíthatunk? Ugye december elején Donald Trump bejelentette, hogy átköltöztetik majd a nagykövetségüket is Jeruzsálembe, ami ugye vitatott, meg hát azt tekintik az Izrael fővárosának. Milyen következményekkel járhat ez a következő periódusra? Az látszott ezen a döntés után, hogy egyrészt a muszlim államok is összegyűltek nem sokkal ezt követően, és ők pedig azt mondták, hogy akkor ők is elismerik egyébként Jeruzsálemet Palesztina fővárosaként, és már bejelentette például Törökország, hogy ő pedig Kelet-Jeruzsálembe fogja költöztetni ugye a külképviseletét. Másrészt pedig az Európai Uniós tagállamok rendkívül visszafogottan reagáltak erre az amerikai bejelentésre. Tulajdonképpen bár nem ítélték el egyértelműen Trumpnak a kijelentését, de vele ellentétes álláspontra helyezkedtek. Tehát azt lehet látni, hogy az amerikai közel-keleti politika az nem élvez egyéntetű támogatást a szövetségesek részéről, tehát az Észak-Atlanti szerződés tagállamainak a részéről. Úgyhogy ez a lépés ez még további hullámokat fog vetni. Nagyon nehéz azt megmondani, hogy a Közel-Keleten ez mit eredményezhet, az egy olyan régiója a világnak, ahol bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is, úgyhogy talán erre nem lehet most még vállalkozni. Az biztos, hogy egyfajta kilépést jelentett ez a döntés az eddigi amerikai álláspontból, és ugye Amerika ott is egy meghatározó szereplő, tehát valamiféleképpen mozgásba is hozhatja az ottani feleket, és kimozdíthatja a holdpontról ezt a konfliktust. Hogyha már a Közel-Keletnél maradunk, akkor mi a helyzet az iszlám állammal? Ugye 2017-ben azt mondhatnánk, hogyha követtük a híreket, hogy pozitív hírek jöttek, hiszen folyamatosan visszaszorították az iszlám államot, visszafoglaltak városokat, de gyakorlatilag nem nagyon tudjuk, hogy ki foglalta vissza ezeket a városokat, vagy ki most a hatalomot ezeken a területeken? Hát, ugye nagyon sokszor elhangzott a 2017-es év folyamán, hogy az iszlám államot legyőzték, katonailag is, a helyszínen is legyőzték, ez így igaz. Ezzel kapcsolatban sokan elmondták, hogy ez egy további veszélyt is generál, hiszen azoknak a harcosoknak egy része az bizony akár Európába is érkezhet, vagy pedig, hogyha nem, akkor ott marad a térségben, és további különféle csoportokhoz csatlakozza, vagy különféle csoportosulások keretében, de azért továbbra is jelen lesz, és számolni kell vele, nem csak Szíriában, hanem a környező államokban is, viszont sokkal kevesebbet emlegettek még egy tény Szíriával kapcsolatban. A szíriai polgárháborút de facto megnyerte az Assad rezsim, természetesen Oroszország, Irán és Törökország hathatós támogatásával, és a szíriai kurdokkal való szövetségben. Ezt így nem nagyon szeretik kimondani a nyugati diplomaták, de gyakorlatilag ott az orosz érdek győzedelmeskedett, és Assad távozásáról már senki nem beszél. Ezelőtt egy évvel teljesen
más volt ott a helyzet. Ezzel együtt érvényes itt is az a mondás, hogy a háborút megnyerték, de a békét is meg kell nyerni. Az, hogy a békét ki fogja megnyerni Szíriában, az már sokkal bonyolultabb kérdés, itt egy elhúzódó bizonytalanságra lehet számítani. Itt ugye nagyon sok szereplős ez a helyzet, sokan ugye proxy háborúról beszéltek tulajdonképpen, az Egyesült Államok, Oroszország, Irán, Törökország, mindenkinek van valamiféle érdeke ebben a konfliktusban. A trumpi külpolitika egyébként abban is szakította az elődjével, hogy azért kevésbé látványosan, de visszaléptek Szíriában. Egyébként nem jöhetett volna létre ez a mostani helyzet. Tehát ott elengedték az amerikai érdekeket, vagy sokkal kevésbé látványosan próbáltak meg lépni Szíriában, és ennek az lett az eredménye egyébként, hogy a szíriai kormányerők az gyakorlatilag megnyerték ezt a konfliktust. Ismétlem, ez nem azt jelenti, hogy holnaptól vagy néhány héten belül lehet tudni, hogy mi van Szíriában, nem. Itt még évekig tartó bizonytalanságra lehet számítani. Menjünk távolabb akkor egészen a Távol-Keletig. Az is meghatározta nagyon a Trump korszakot, hogy az Észak-Koreával folytatott. Tehát egyelőre szócsatáknál tartunk, azt pedig látjuk, hogy Észak-Korea folyamatosan egyre veszélyesebb atomkísérleteket hajt végre, vagy legalábbis egyre nagyobb nyilvánosságot próbál adni az atomkísérleteinek, és egyre élesedik legalábbis a háború a szavak szintjén. Most mit jelent ez? Azt jelenti, hogy közelebb kerültünk 2017-ben egy atomháborúhoz, vagy ennyire nem kellettől tartani? Itt ugye két szintje van az észak-koreai fenyegetésnek. Egyrészt vannak ezek a rakéták, amikről nagyon sokat lehet olvasni, hogy éppen hány ezer kilométerre tudnak ellőni, és éppen el tudják-e találni azt a célpontot, amit kinéznek. Most a legutóbbi feltételezések szerint el tudják érni az Egyesült Államokat is akár. Így van, sőt akár Európát is. Tehát ez egyik része. A másik pedig, hogy fel tudnak-e tenni egy olyan atombombát ezekre a rakétákra, ami már atombomba. Tehát képesek-e előállítani. Na most, amiben változás állt be az elmúlt években szakértők szerint, az, hogy most már nagyon-nagyon közel került ahhoz Észak-Korea, hogy egy olyan méretű atombombát tudjon gyártani, amit fel tud tenni ezekre a hordozó rakétákra, így pedig már közvetlen fenyegetést jelent tulajdonképpen az egész világra. Én azt gondolom, hogy azt mondják a szakértők, hogy konkrét háborút senki sem szeretne, főleg nem Észak-Korea, mert az egyértelműen megsemmisüléssel járna számára, még akkor is, hogyha beláthatatlan károkat tudna okozni, nem csak a közvetlen környezetében, hanem nagyon bő vagy tág körben. Tehát közvetlen háborútól nem kell tartani, másrészt viszont észak-koreai rezsim úgy tűnik, hogy azt gondolja, hogy számára ez az egyetlen aduász. Addig veszik őt komolyan, addig nem próbálják meg lerombolni a rendszerét, amíg atomfegyverrel rendelkezik, vagy legalábbis ez a fenyegetés, ez valós. Ez egy ördögi kör tulajdonképpen. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a gordiuszi csomót kibogozni, de én azt gondolom, hogy addig, amíg Szöul, ami egy több 10 milliós vagy 15 milliós nagyváros, 60 kilométerre van az észak-koreai határtól, addig konkrét harci cselekményekről senki nem mer beszélni, hiszen olyan áldozatok lennének, amelyeket nem tud egyszerűen vállalni senki sem a világon. Nézzük akkor Európát is. Ugye itt két választás is volt 2017-ben, amit jelentősebbnek mondunk, ugye a francia, illetve a német választások. Francia választás, nem tudom mennyire meglepetés Emmanuel Macron, az tény, hogy egy olyan jelölt volt, aki nem a hagyományos nagy pártok jelöltje. Megnyerte, gyakorlatilag forradalmat ígért, sőt egy európai szintű reformot is. Mennyire sikerült azóta neki ezen dolgoznia? Valóban egyébként a Macron győzelmével kapcsolatban legtöbbször az hangzik el, hogy az időzítése volt neki tökéletes. Ezelőtt egy évvel arról beszélgettünk, hogy a német politika az mennyire stabil, a francia politika pedig mennyire instabil és beláthatatlan. Most megfordult egy picit ez a helyzet, és most a francia politikára mondhatjuk azt, hogy most egy stabil rendszer legalábbis ahhoz képest, ami volt. A német belpolitika pedig egyelőre nem látjuk a végét, hogy ezek a koalíciós tárgyalások hova fognak vezetni. Igen, tehát Macron egy olyan pillanatban hitette el gyakorlatilag franciák millióival, hogy ő egy másfajta politikát akar csinálni, amikor éppen az eddig kormányzó baloldal teljesen összeomlott, és a jobb oldal az esélyesként nyilván tartott mérsékelt jobb oldal, ugye François Fillon, pedig belső pártválság tépázta meg, illetve ugye ki volt egy összeférhetetlenségi
ügye is, ami miatt tulajdonképpen el is vesztette ezt a versenyfutást. Tehát Macron nagyon jó időben, és egyébként ahhoz képest, hogy ő a francia gazdasági elitből érkezett, egy mintapéldánya ennek, és úgy futott be magasrangú köztisztviselői pályát, és ebből lett politikus, ehhez képest a franciák úgy érezték, hogy ő egy másfajta politizálást akar vinni, mint az eddigi évtizedekben, és ő a hagyományos francia elithez képest egy teljesen új dolgot akar véghez vinni. Persze a győzelméhez azért az is hozzájárult, hogy a legnagyobb ellenfele az ugye a radikális jobboldali Marine Le Pen volt, tehát a második fordulóban már nem nagyon volt kérdés Franciaország számára, inkább egy Le Pen elleni óriási szavazást láthatunk, mintsem Macron mellett. Ezzel együtt Macron valóban egy sikersztori eddig, és az az érdekes egyébként vele kapcsolatban, hogy az En Marche nevű pártját azt nem is akarja beléptetni egyetlen európai pártcsaládba se, például az Európai Parlamentben, hanem arra készül, hogy a 2019-es EP választásokon hozzá hasonló pártok fognak jó eredményeket elérni szerte Európában, és majd közösen alkotnak egy közös új irányt az Európai Parlamentben is. Tehát az európai politikában is ezt a macronista irányt próbálja meg az elkövetkező években felépíteni gyakorlatilag. Meglátjuk, hogy milyen sikerrel. Az ő népszerűség egyébként erősen hullámzó volt 2017-ben. Voltak olyan szakpolitikai ügyek, például a munkaügyi reformja, aminek a időszakában leesett a népszerűsége, de az év végére újra kezd magára találni, tehát ezt még nem tudjuk most megmondani, hogy mennyire lesz ez hosszú életű. Az biztos, hogy az elnökválasztási győzelem után ugye néhány héttel következtek a képviselőházi választások, és ott szintén magas arányú győzelmet aratott, gyakorlatilag a hagyományos pártokat szétszette, és nagyon sok embert ugye onnan elcsábított. Tehát Franciaországban egy forradalom ment végbe politikában, ezt lehet mondani. Tovább tud-e gyűrűzni ez a forradalom az Európai Unióba? Ugye neki voltak tervei az Európai Unió megreformálására is, de nagyban kötötték ezt ahhoz, hogy legyen meg a partnere, aki ugye Németország. Ott az őszön voltak választások, és a lehetőleg bizonytalanabb kimenetele lett, mert ugye Angela Merkel nyert, de viszont nem sikerült koalíciót alkotni. Ez mennyiben akadályozza meg az uniós reformterveket is, hogy mi lesz itt Németország sorsa, illetve szerepe? Hát Németország nélkül nincsen Európai Unió reform, vagy már minek nevezhetjük, lehet, hogy a reform az túl erős szó. Tehát Németország nélkül nincsen, ez teljesen biztos, még akkor se, hogy az Egyesült Királyság ugye már fél lábbal kint van az Európai Unióból, és az ilyen jövőben mutató terveknél már nem igazán számolnak a brit kormány véleményével. Hát igen, azt látjuk Németországban, hogy a Keresztény Demokrata Párt és a CSU szövetség ugye először megpróbált két kisebb párttal koalícióra lépni, és többséget alkotni, ez nem sikerült. Most pedig a szociáldemokratákkal egyelőre arról tárgyalnak, hogy fognak-e tárgyalni. Tehát ezen a német politikában alaposan megrágják egymást a pártok és a kormányprogramokat. Valóban úgy állítják össze, hogy akkor az 4 évig az is történjen az országban. Egyébként ez nem pont így van például Romániában, ahol a kormányprogram megvalósulását azt már nem hiszem, hogy 4 év múlva pontról pontra számon lehet kérni a pártokon. Németországban szeretik ezt a kérdést előzőleg rendezni, hogy akkor ne legyenek ebből aztán viták. Tehát igen, most az látszik, hogy egyébként a Szabad Demokrata Párt volt az, amelyik végül ezt a jamaikainak nevezett koalíciót megakadályozta, és az egyik fő érv az éppen ez a közös európai költségvetés és közös euróövezeti pénzügyminiszteri poszt létrehozása volt, tehát ez a párt nem szeretne azon az úton menni, amit például Merkel és Macron támogatna. Úgy tűnik, hogy a német szociáldemokraták hajlandóak lennének erre, csak kérdés, hogy milyen áron. Azt még azért hozzátenném, hogy eddig nagy koalícióról beszéltünk Németországban, ugye a CDU-CSU a szociáldemokratákkal nagy koalíciót alkotott. Ha most ugyanez a 2 vagy 3 párt fog összefogni, akkor ezt azért már nem lehet nagy koalíciónak nevezni, hiszen közösen összesen 56%-uk lesz a német törvényhozásban. Ez egy hagyományos többségnek tekinthető, nem pedig egy olyan széles nagy koalíciónak, mint az elmúlt 4 évben. Hát ugye a német választások kapcsán is felmerült a szélsőséges, vagy szélsőjobboldali szervezeteknek az eredménye, de talán az igazi figyelemre méltó dolog az Ausztria esetében történt, ahol most nemrég kormányra is került a szélsőjobboldal. Erősödtek 2017-ben a szélsőséges szervezetek Európában, vagy ezt így nem lehet ez alapján kijelenteni? Én nem hiszem azt, hogy 2017-ben, inkább azt lehet mondani, hogy az elmúlt években, és nem csak... Tehát
én nem mondanám így, hogy a szélsőséges pártok erősödtek, hanem a korábban szélső jobboldalinak tartott pártok egyrészt lejjebb csavarták a hangerőt, tehát már nem tekinthetők egyértelműen szélső jobboldali pártoknak. Ezt tetten lehet érni olyan programpontokban, mint például antiszemitizmus az már visszaszorult. A migráció ellenesség viszont az felerősödött, ugye nem függetlenül attól, hogy egyébként ez Európában, minden országában napirenden van. De hát nem csak Ausztriában van radikális jobboldali párt kormányon, hanem Bulgáriában is radikális jobboldali pártszövetség biztosítja a kormány többséget. Tehát ez nem egy, általában Ausztriára figyelnek, kelet-közép-európai országokra kevésbé, de Bulgáriában ez már egy bevett dolog, és hát Hollandiában is a kormány egy ilyen pártnak a támogatásával tud működni. Tehát azért ezek a jelenségek tetten érhetőek, de ismétlem, ez az előfeltétele jött ez létre, hogy ezek a pártok azért már nem olyan mondatokat mondanak, mint ezelőtt 15-20 évvel. És így most már sokkal inkább szalonképesek a nemzetközi politikai térben is, és a választópolgárok számára is. Tehát azt látják ezek a pártok is, hogy mivel a hagyományos pártok szavazóbázisa megváltozik, gyengül, az emberek már nem olyan gondolatokkal mennek be a szavazófülkében, mint ezelőtt 20-30-40 évvel, Európában, ezért nekik megnyílt a pálya. És bizony az új szavazókat meg lehet fogni, és meg lehet hódítani, és erre törekednek több európai országban egyébként sikerrel, köszönhetően annak, hogy a hagyományos pártok mintha elkényelmesedtek volna az elmúlt évtizedekben, főleg Nyugat-Európáról beszélve, és azt hitték, hogy tulajdonképpen változatlan üzenetekkel ugyanazt a népszerűséget meg lehet szerezni, mint régen. Ez nem így van. Mindig változik a politika, és mindig reagálni kell a közvéleménynek az aktuális állapotára. Egyes országokban erre odafigyeltek, más országokban nem. Még egyetlen téma az európai szintéről. Ugye a 2018-nak talán az egyik kérdése lehet, hogy mi lesz Németország és az Európai Unió kapcsolatával. Ugye tavaly ez volt az első állam, amelynek tekintetében felmerült egy eljárás indítása az alapszerződés megszegése miatt. Lengyelországgal kapcsolatban ugye elindította az Európai Bizottság a 7-es cikk szerinti eljárást. Itt általában a hírekben úgy jelenik meg, mintha Lengyelország rendkívül szorult helyzetben lenne ennek kapcsán. Én egy másik prizmából szeretek erre tekinteni. Itt az Európai Bizottság van rendkívül nehéz helyzetben. Tehát ezt az eszközt ugye még soha nem próbálták ki az Európai Unióban. Most is nagyon kérdéses az, hogy hogyan lehet egyről a kettőre lépni majd, hiszen most csak arról beszélünk, hogy az Európai Bizottság azt a folyamatot, amit az elmúlt években egyébként folytatott Lengyelországgal kapcsolatban, ezt a bizonyos állandó párbeszédet, ezt most a szerződés keretei között próbálja meg, az Európai Unió alapító szerződése értelmében próbálja meg érvényre juttatni. Ez még mindig egy több éves folyamat lesz, és ugye a következő lépés az lenne, hogyha majd az Európai Bizottság a párbeszéd hiányát látva egy hivatalos kéréssel fordul a tanácshoz, akkor a tagállamok képviselőiből álló tanács kell eldöntse azt, hogy valóban fennáll a 7-es cikk megsértésének a lehetőségeit. Azért van nagyon nehéz helyzetben a bizottság, azért mondtam ezt, mert hogyha ez a folyamat nem fog sikerre vezetni, és már a következő lépésnél a tanácsnál megáll a dolog, nem lesz egy hangúság, akkor gyakorlatilag a bizottság beismerte, hogy teljesen tehetetlen ezzel szemben, és onnantól kezdve a méregfoga ki van húzva. Tehát és ugye a tagállamok közül úgy tűnik, hogy vannak szövetségesei Lengyelországnak ebben a tekintetben, hát Magyarország például lehet az egyik. Az egyik, de különbséget kell tenni a között, hogy melyik ország mondja ezt el nyilvánosan, és melyik ország nem. Tehát még azok az országok is, amelyek elvileg konfliktusban állnak Lengyelországgal ebben a kérdésben, azok sem szeretnék, hogyha a bizottságnak kapna egy ilyen fegyvert a kezébe, és esetleg majd 5-10 év múlva éppen a másik állam ellen próbálná meg alkalmazni, nem is beszélve arról, hogy bár a híradásokban sokszor csak a migráció kapcsán jelenik meg ez a kérdés, de azért rengeteg más szakpolitikai terület van, ahol éppen Lengyelország támogatása szükséges más tagállamoknak. Tehát teljesen lenullázni a diplomáciai kapcsolatokat Lengyelországgal egy ilyen kérdés miatt, az, hogy mondjam, butaságnak tűnik a többi állam részéről is. Rendkívül cseki az esélye ennek, hogy ez meg fog történni, és éppen ez volt az oka annak, hogy a bizottság csak ilyen későre, több év elteltével határozta el magát a lépés megtétele érdekében. Tehát most gyakorlatilag ez a próba, hogyha Lengyelország kihúzza ezt a méregfogat, akkor a bizottság már nem is fenyegetőzhet többet ezzel.
Nézzük a belpolitikát is, most nagyon kevés időnk maradt. Én két szóba tudnám összefoglalni a 2017-es évet, az egyik a tüntetések és a másik a kormányválságok. Van-e még valami, ami kimaradt? Valóban rányomta a bélyegét, hogyha visszaemlékszünk, 2017. februárjában voltak a legnagyobb tüntetések. Hát a választások után úgy tűnt, hogy a kormánypártok nekiugranak az igazságügyi törvényeknek, akkor egy kormányrendelettel próbálták ezt meg elintézni, majd szerintem nem csak az utca miatt, sőt inkább a nemzetközi nyomás miatt álltak el ettől végül, és ugye úgy döntöttek, hogy majd törvénytervezetekkel, törvényekkel fogják ezt a kérdést megoldani. Ezt az elmúlt év végén láttuk, hogy milyen gyorsasággal próbálták meg ezeket a törvénytervezeteket átvinni a parlamenten. Emellett pedig nyilvánvaló, igen, amit láttunk, az az, hogy a kormány oldal rendkívül instabil és rendkívül bizonytalan, annak ellenére, hogy a parlamenti többsége az megvan és kényelmesen megvan a két házban. Ennek ellenére ugye volt egy kormányfőváltás, majd volt egy majdnem kormányfőváltás, volt egy kormányátalakítás. Hát ezek a problémák, ezek mind Drágniának az ügyeire visszavezethetőek, hiszen a Szociáldemokrata Pártban egy vezetői válság van. Tehát ameddig nem lehet tudni, hogy a párt elnökének mi lesz a sorsa, akár az idei évben, akár hogyha ezek az eljárások elhúzódnak majd a következőkben, addig a Szociáldemokrata Párt tulajdonképpen képtelen arra, hogy felkészüljön az elkövetkező évek választásaira, például az elnök választásra. Klaus Johannisnak nem látszik a kihívója a mostani baloldalon, képtelenek felépíteni, hiszen folyamatosan kormányválsággal, illetve a kormányzás problémáival vannak elfoglalva, akár a költségvetésről, akár adómódosításokról, akár ugye az igazságügyi reformról beszélünk. Folyamatosan az utca hangja látszik, például a nemzetközi közvélemény számára is, mint a Romániában állandó kormányválság lenne. Erről nincsen szó. Tehát annak a lehetősége, hogy az ellenzék átveszi a kormányrudat, az nincsen meg Romániában. Ennek ellenére, aki kívülről nézi ezt a folyamatot, annak úgy tűnik, hogy bármelyik percben megbukhat a kormány. Hogy megbukik a kormány, csak jön másnap egy újabb PSD-s kormány. Hát igen, ezt más országok a kormány átalakításnak hívják, ugye most Lengyelországban is láttuk nemrég, hogy a kormányfőt lecserélték, semmilyen probléma ebből nem volt. De ezt még ebben az országban még a kormány oldal, még ezt is úgy oldja meg, hogy az embernek az az érzése, hogy hirtelen kormány nélkül marad az ország. Ennek a helyzetnek a legfőbb haszonélvezője az maga Klaus Johannis, aki zavartalanul készülhet a 2019-es választási évre, és egyébként az ellenzéki pártok közötti ellentéteket, hogy mondjam, ezek az ellentétek sem azt vetítik előre, hogy itt a kormány oldalnak bármiféle alternatívája lenne. Hogyha meg kellene fogalmazni, hogy 2018-nak mi lehet a története belpolitikai szempontból, akkor az egyik az mindenféleképpen Dacian Csolosnak a felépítése. Tehát az látszik, hogy az ellenzéki oldalon Csolost próbálják meg úgy pozícionálni, hogy az ellenzéki pártok egy részét, ugye innen a Băsescu vezette pártot mindig ki kell venni, de a többi pártot megpróbálja összefogni, és megpróbál egyfajta koordinált politizálást megfogalmazni, éppen azért, hogy a kormány oldalnak valamiféle alternatívája legyen. Mert most az látszik, hogy a tüntetések és a kormányválságok dacára a szociáldemokraták népszerűsége az nagyjából ott van, mint egy éve a választásokon. Hogyha most lennének választások, akkor ugyanilyen kényelmes többséget szereznének. Szóval ezt a kérdést nem lehet feloldani egy széttörezezett ellenzékkel. Hát ugye Dacian Csolos a tavalyi év végén jelentette be, hogy pártot alapít, ugye már volt egy mozgalma is gyakorlatilag az alakult pártá, akkor idén rá érdemes odafigyelni? Ellenzéki oldalon mindenféleképpen. Az, hogy ez egy új párt lesz-e, egy pártszövetség lesz-e, amiben megpróbálja integrálni a PNL-t és az USZER-t, hogyan fog ehhez Johannis viszonyulni, Csolost miniszterelnöknek építik-e, vagy elnökjelöltnek, ezek még nagyon érdekes kérdések, ezekre még a választ nem tudjuk, de Csolos úgy tűnik, hogy nem hiába tűnt fel a 17-es év végén ennyire erőteljesen, úgyhogy az ő még meglévő népszerűsége az mindenféleképpen egy adóász a kezében, hiszen egyébként vezetői válság van Romániában, tehát nincsenek igazán népszerű politikusok, és pontosan ezért kapnak nagyobb szerepet azok az emberek, akiknek még legalább mérhető a támogatottságuk, és Csolos egy ilyen ember. És akkor még egy utolsó kérdés, az RMDS szerepe ebben a kontextusban. Ugye a tavalyi évben azt láttuk, hogy technikailag nem volt a kormányon, de gyakorlatilag szorosan együttműködtek a kormánnyal több tekintetben, illetve a nagy tömegek is a kormányon azonosítják őket. Mit nyert vagy veszített ezzel a szövetség? Igen, ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy kormányon sem és ellenzékben sem.
Valóban nincsen kormányon az RMDS, hiszen nincsen szükség a szavazataira a parlamenti többséghez, illetve nem is része a kormánykoalíciónak, viszont az ellenzékkel semmilyen együttműködést nem tudott kialakítani. A kormány oldala viszont annál inkább, tehát van egy parlamenti együttműködés, megpróbálnak olyan dolgokat átvinni a törvényhozáson és olyan jogszabályokat hozni, amelyek valamilyen szinten kedveznek a magyar közösségnek. Ez a helyzet azért nem ugyanaz, mint a kormányon lennének. Tehát a befolyásuk, a súlyuk az messze sokkal kisebb, mintha kormányon lenne az RMDS, és mintha nélküle nem lehetne megszavazni egyébként törvényeket. Valóban itt a közvéleményben is, elsősorban a román nyelvű közvéleményben, főleg a 17-es év vége felé az igazságügyi törvények kapcsán olyan érzése volt az embernek, hogy a közvélemény teljesen a kormánypártok közé sorolja az RMDS-t, és amikor a kormánypártokat bírálja az igazságügyi reform kapcsán, akkor teljes természetességgel oda teszik az RMDS-t is, mint amely megszavazta ezeket a módosításokat. Hát, hogy mondjam, ez a pártok sorsa, amikor ellenzékben sem és kormány oldalon sincsenek, hogy akkor eseti kérdésekben fel kell vállalják, hogy együttműködnek a kormány oldalon, annak minden előnyös és előnytelen következményével együtt, vagy hogyha nem, akkor ugyanez a helyzet áll fenn az ellenzéki pártokra. Jelenleg az látszik, hogy az ellenzék egyáltalán nem nyitott arra, hogy az RMDS-szel közösen próbálja meg ezt a kormányt leváltani, tehát semmilyen nyitottságot én nem látok, ami nyilvánosságra kijött. Én nem látom annak a reális esélyét, hogy ez a mostani román ellenzék, ez valamilyen formában koordináltan megpróbálja leváltani ezt a kormányt. Úgyhogy az RMDS-nek nem nagyon maradt más választása, mint bizonyos kérdésekben együttműködni a kormánnyal, amelyekben úgy érzi, hogy előrelépés lehet elérni, és amelyek nem befolyásolják a megítélését. Kérdelem ez majd, hogy mennyire befolyásolták a megítélését, illetve ugye a 2018-a centenáriumi év is, már nem adott időnk rá, de valószínűleg ugye ebben a tekintetben is lesznek itt még kényes kérdések. Én köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen a meghívást. Ez volt már a Mérlegen, egy hét múlva is várom Önöket, viszontlátásra.